a csatorna fő támogatója nordikamoto.ru Sziasztok! Üdv újra a csatornámon! Én Alpár vagyok, ti pedig az Alpárs Moto adventure nézitek. Itt van a Norden, most már lassan 5900, szinte 6000 km van, és úgy gondoltam, hogy elmesélem azt, hogy az 1000 km óta mik a tapasztalataim, mik a pozitívumok, mik a negatívumok. Úgyhogy ha nincs más dolgod, és kíváncsi vagy arra, hogy azon a 4000, szinte 5000 km-en mi történt velem és a Nordennel, mindenképp tartsál velünk! Most pedig, hogy túl vagyunk a mit szerettem a motoromra, elég hosszú listán, jöjjenek a pozitív dolgok az elmúlt 4500 km-es tapasztalatok alapján, utána majd rátérünk a szomorú negatívumokra is. Első pozitívum, amire úgy gondoltam, hogy érdemes kitérni, hogy kényelmes a motor, jó az ergonómiája, egynapos leghosszabb túrán vele, vagy leghosszabb utam vele idáig 722 km volt, ez 20 foktól indult és 37 fokba ért véget, úgyhogy ez az elég hosszú és fárasztó nap alatt sem voltam különösebben fáradt, mint máskor, amikor 100-200 kilométert megyek, tehát a nyakad oké, eláll meg a hátad egy kicsit, de nincs az az érzésed, hogy jaj, mindjárt bedőjtöm ide a sáncba, hagyom a az egészet, hanem tényleg egy ilyen hosszú út során is kényelmes tudott lenni. Maga az ügyes pozíció, a térszög, meg minden az én magasságomhoz nekem tökéletesen megfelel, és ez is volt a cél, ugye, hogy hozzám illő motor, motorom legyen, és úgy gondolom, hogy sikerült is. Következő pozitívum, hogy aszfalton is tényleg eszméletlenül jól megy. Lehet vele gyorsulni, lehet vele tempót tartani, lehet vele úgy kanyarodni az aszfalton, hogy éppen, hogy a füled vagy a vállad nem éri a, az aszfaltot. Uh, jó, persze nem vagyok én se Valentino Rossi vagy akárki, aki tényleg ebből él meg, ez a kenyere. Viszont élvezhető, uh, a hangja is egész jó lett, főleg ezzel a kiegészítő levegőszűrővel, úgyhogy az is élvezhető. Egyelőre nem gondolkodom azon, hogy uh, dobot cseréljek rajta, ez a gyári dob nekem tökéletesen megfelel következő pozitívum a fogyasztás. Tehát a fogyasztás, amikor ugye a bejáratós első 1000 kilométeres szakaszban szépen menegettem vele, és 4000 né mindig elváltottam, stb. Akkor volt 4,3. Most ilyen Finom, vegyes, kicsi város, kicsi kanyargózás, kicsit azért meghúzogatott 130, 140, 150, ki tudja, még ott fennebb is néha. Na mindegy, akkor ilyen 4,7 és 5,1-5,2 között van, ami, hogyha azt veszük, hogy 100, 100 plusz lóerős a gép és súlya is van persze, plusz még rápakoltam a bukócsövet, meg mindent, ami csak a bukócső valami 7-8-9 kiló. Nem egy olyan rossz fogyasztás, kb. ugye a gs sel egyféle fogyasztás, viszont menetulajdonságokban az én régi GSM-hez képest ez a motor sokkal jobb. Úgyhogy a fogyasztással is meg vagyok elégedve. Most se szoktam azért olyan nagyon ott fenn az egekbe 7000-8000-nél váltani, mert azért kímélem valamennyire a motort, viszont azért húzogatom neki, mert azért van. Nem. Következő pozitívum, elég jók a fények, tehát ezzel a két kiegészítő kis ködlámpával tényleg olyan fényed van éjszaka is, hogy teljesen rendben van, tehát nem az van, hogy egy kicsi gyertya világított elő, és aztán nézed, hogy minek mennyi neki, vagy minek nem. A fékek nagyon jók, az első fék is és a hátsó is tényleg pillanat alatt úgy meg tudja fogni ezt a 200 plusz kilós gépet, mint hogyha nem tudom, hogyha egy ilyen képzeletbeli fal lenne, így megállná. Ami, ami egy kicsit olyan a fékekkel kapcsolatosan, hogy az első fék meghúzására mondjuk egy lámpához érsz, akkor egyet bólint, de ezen lehet változtatni a telóknak a bekeményítésével, de erre majd kitérek kicsit később. Na mindegy, összefoglalva a pozitívumokat, azt tudom mondani, hogy nem csalódtam a gépbe, nagyon jól megy, kényelmes, ezzel a nagy plexivel azért van változás a kicsihez képest azt kell, hogy mondjam, hogy leszámítva azokat a hibákat, amiről az előbb már meséltem a fórumokban, meg stb. stb. vagy azokat a hibákat, amik majd fognak jönni, azt még ugye nem tudom leszámítani, de majd lefogom. Abszolút nem bántam meg, hogy Nordent vettem. Kíváncsi leszek majd, hogy a következő 5000 kilométerben mi fog történni a motorral. Látok olyanokat, ahol már 55 ezerben van, 25 000-be, 37 ezerben 000 is. Ezeken a kicsi apró hibákon ez a hűtővíz folyadék, folyás, meg ilyesmiken kívül nem volt bajuk. Persze látok olyat is, hogy Isten őrizt, tehát nem tudom azt, hogy használták, vagy egész végig még a garázsba is kivótak azt a, a gáz és nyílen, nem tudom. Még egy pozitívum, a tempomat. Fú, életmentő, tényleg életmentő. Amikor most mentünk a második motoros youtuber találkozóra, akkor rengeteget használtam, és rájöttem arra, ez egy ilyen tipp a meg a KTM-es tempomat használóknak, hogy hogyha rajta tartod, a, mondjuk a plusz mínuszal tudod ugye, mikor be van kapcsolva növelni a sebességet, de hogy ne kelljen ott egyfolytában nyomogatni, meg ott, ott pittyezgetni jobbra-balra, ezért, hogyha rajta tartod, akkor ötössével növeli vagy csökkenti a sebességet, és ez egy jó cucc, mert van olyan, hogy előtted befékeznek, vagy valami, és akkor ne kelljen megint kikapcsolód, befékezve, befékezve, kapcsolód, visszafékez, visszaállj, stb. Ezért csak ráhúzod, leveszi ötte, pont annyira lelassul, utána, amikor felvetted megint a sebességet, akkor bum mészés be ötte továbbra. Na, ez csak egy ilyen zárójel volt. Most pedig jöjjenek a negatívumok, abból is van egy pár, de ezek is olyan dolgok, hogy ahogy szokták mondani, a jót könnyű megszokni, úgyhogy ezzel is kezdeném, hogy itt van ez az Expedition modellen is megtalálható plexi, ami azért tényleg jóval nagyobb, mint az eredeti, az a kicsi. Most már ott tartok, hogy kezdtem megszokni azt, hogy megint szedi a szél a vállal, egy kicsit itt a máshova is jön a levegő, mint mondjuk a BMW-nél. A BMW-nél megszoktam a jót, ugye egy akkora plexibe, hogy olyan volt sokszor, mintha kabrióznék, tehát mikor esett az eső, akkor ki kellett hajolni, hogy, hogy, legalább az ember egy kicsit lemosassa, vagy lefújassa, jobban mondva, a plexiéről a... Az esőcseppeket, na itt ilyen probléma nincs, néha itt is azért ki kell dugni a fejet, viszont elég jó szélvédelmet ad, főleg azzal, hogy ide itt van, a, itt van ez a, lyuk, és ide bekerült a kárpurájt, tehát oké, okay, jön át levegő, de nem direkt becsapja ide a tol, az Ádám a hideg levegőt, úgyhogy ez egy kicsit olyan negatívum is, de annyira nem véresen komoly. A következő negatívum az az, hogy ötösből hatosban még mindig nem tuti a gyorsváltó, volt már újra kalibrálva, egytől felfele egészen ötig, vagy négy, négyig, hát ötig mondjuk uh, teljesen jól működik, viszont ötösből hatosban néha úgy elkapja, de egyet úgy bólint, vagy úgy megtorpan. Ugye azt szoktam csinálni, hogy ötösből hatosban nem nagyon gyors változók, hanem ügyesen most már ugye van one finger egyújas uh, kuplungom, és uh, azzal szoktam uh, váltani 5-ből 6-ba, úgyhogy nem a világ tragédiája, túl lehet élni, lehet ezzel élni, meg lehet szokni. Néha elkapja, néha nem, de úgy vagyok vele, hogy most minek kínlózza, kínozzam, erőltessem, amikor egy ennyibe kerül és tudok váltani is. A másik dolog, ami szerintem a leginkább zavar engem, és valószínű, hogy a többi Norden tulajdonost is, ez a nyári melegben 20-25 foknál magasabb főmérsékletben nagyon-nagyon-nagyon idegesítő, és uh, tényleg a tököm ki van vele hőleadás, tehát uh, ott középen a katalizátornál olyan hő srácok, ezt már mondtam az előző, az 1000 kilométeres tesztbe is, és úgy vagyok vele, hogy pláne mikor ebbe a motoros farmerbe, meg a motoros cipőbe vagyok, akkor nagyon, érd, uh, nagyon idegesítő, tehát annyira perzseli itt belül a lábadszárát, hogy hazamész, lehúzod, leveszed a nadrágot, leveszed a cipőt, és még akkor is meleg, át van melegedve a szövet. Motoros csizmába is érződik, de nem annyira vészes. Igazából az a zavaró, amikor itt ezek a ventilátorok bekapcsolnak mondjuk egy feltorlódott kocsisorba, ahol te is benne vagy, akkor olyan hő jön ide két felül a combodra, az acsidat, meg a benne lévő golyókat úgy tudja főzni, hogy pillanatok alatt kész a tojás. Nem tudom, a Katalizátort kihelyettesítő dekat cső talán a megoldás. Jaksi barátom most rakott egyet a 890-es, 890 Adventure R, hogy pontos legyek ktm re Remélhetőleg megoldja valamilyen szinten ezt a hő problémát, hogyha megoldja, akkor én is elgondolkodom rajta. Itt egy kicsit a garancia, a netes része ennek az egész folyamatnak, dolognak, de azt majd meglátjuk. Szóval ez egy tényleg egy óriási negatívum, egy óriási probléma a részemről és más felhasználóktól is hallom, látom. Valamennyi két segített az a lemez, amit beraktam a katalizátor fölé, de az inkább a hátsó telónak használ, hogy ne melegítse annyira túl az egész szerkezetet, a rugót, stb., és így ezzel növelje az élettartamát. Valahogy meg kell tanuljak ezzel együtt élni, hogyha nem cserélem ki a katalizátort erre a dekat csőre. Viszont, hogy legyen egy kis pozitív része is ennek a hőleadásnak, amikor például tegnap is elkapott egy eső olyan kellemes, amikor jön onnan a meleg és tényleg átmelegít. Úgyhogy ez a minden jóban van valami rossz és minden rosszban van valami jó feeling. A következő dolog, ezek a gumik. Úgy vagyok vele, hogy ez a Pirelli Rally STR, ez jó gumi, elől nem is biztos, hogy lecserélném, de a hátsót azt mindenképp igen. Nem tudom még, hogy mit állsz, E07 plusz lesz -e a jól bevált E07 plusz, ami volt a BMW-n több szezonban, és tényleg mindenki dicséri. Apropó például most Rece azzal megy a Pamir Highway-re, úgyhogy innen is kívánok sok sikert neked, Rece. Remélem, hogy megtalálod a kalandodat, hanem a kaland talál meg téged, úgyhogy vigyázz magadra. Na mindegy, ez csak egy zárójel volt így recebarátomnak, viszont a lényeg az, hogy a hátsó az így is, is cserélődik. Nézegettem ezt a Metzler Karú 4 is, ami volt az F900-as, oda kattintasz, GSN is, és az se egy rossz gumi, nem tudom, hogy mennyire tartós, mennyire tapad, mennyire puha, ott a teszt alatt tényleg használtam erdőbe is, meg mindenhol száraz időbe, és nem lehetett rá panaszom. Hölgyeim és uraim, ez lett volna az 5000 kilométeres véleményem és összefoglalom a Nordenről. Remélem, hogy tetszett, hogyha tetszett, akkor lájkolj, oszd meg a videót, hogy más Norden és nem Norden tulajdonosok, motorosok is láthassák, hogy hogy telnek a mindennapjaim Norden barátom társaságában és mindenképp arra kérlek, hogy eddig nem iratkoztál fel, akkor most tedd meg, ezzel nagyon sokat segítesz nekem és a csatornának is, hogyha támogatnál, akkor megteheted szuper lájkal itt lent a videó alatt az a kicsi szívecske dollárjellel, ez egyszerű alkalommi támogatás, hogyha pedig akár hosszú távon is támogatnál, és ezért cserébe mondjuk megnéznéd hamarabb az előre elkészült videókat, jelenleg is van egy olyan 6-7, de lehet, hogy több is, akkor a leírásban megtalálod a Patreon linket, ott be tudsz lépni, különböző csomagok vannak, és tudod támogatni a munkámat, meg a csatornámat. Úgyhogy tényleg még egyszer köszi, hogy megnéztétek, remélem, hogy tetszett, találkozunk a következő videóban, ami nem feltétlenül a Norden és a 10.000 km-es teszt lesz, mert addig még el fog tenni egy kicsi idő, de tervezem majd a 10.000-es 10 tesztet is, úgyhogy ilyen 5.000-ként azért egy kicsit még úgy tájékoztatlak titeket arról, hogy, hogy mi lesz, vagy mi, mi történik velem is a norden remélhetőleg nagyon hosszú motoros kapcsolatunk lesz, aztán majd a többit a jövő elhozza. Köszönöm, hogy megnézted, találkozunk a következő videóban, tessék szépen feliratkozni, lájkolni, támogatni, sziasztok! thank